Amen és amen. Nagyon hasonló dologra szeretnélek én is biztatni titeket, mint amit az előttem szóló tett. És pontosan Ézsaiás könyvéből szeretnék egy prófétai igerészt felolvasni. Sokak számára ezek már elmúlt dolgok. Az Ószövetséget már nem foglalkozni. Olyan, mintha már csak a lemeznek a másik oldala lenne érvényben. Pedig azt olvassuk a Péter második levelében, hogy ezek a profétai beszédek 1.19-ben nagyon biztosak. Szeretnél valami nagyon biztosat? Valami biztos forrásból valami nagyon biztosat hallani? Azt mondja, igen biztos nálunk a profétai beszéd. 2. Péter 1.19. Mert jól teszitek, ha figyelmeztek. Tehát javasolja, hogy vegyük figyelembe azokat a profétai beszédeket, amiket a régiek megírtak. Mindannyian tájékozódunk, igaz? Mindannyian nézzük híreket, nézzük az eseményeket, nézzük az időjárást, próbálunk tájékozódni, próbálunk eligazodni. De személy szerint úgy gondolom, hogy mindaz, aki nem veszi figyelembe a prófétai beszédeket, mindaz, aki nem veszi figyelembe Istennek az igéjét, az tájékozatlan. Ha csak a tényeket látjuk a híradóban, a hírekben, akkor sem tudjuk azt, hogy mi van a tények mögött. Próbálják ezeket felszínre hozni különböző beszélgetésekben, különböző szakmai oldalról megvilágítani, legyen az társadalmi, legyen a pszichológiai, legyen az orvosi, legyen az mindenféle szempont, mindenféle perspektíva. De a legfontosabb perspektíva, ami felfedi a dolgok mögötti, az események mögötti valóságot, az nem más, mint a profétai beszéd, az Istennek az igéje. Ezért azt mondja Péter, hogy amelyre jól teszitek, hogyha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. A szövétnek az a mécses. Hogyha nagyon sötét van, még az a fényforrás is óriási jelentőségű. Most elaludt a villany. Milyen változás? Igaz? Nem is értjük, hogy miért van ez. Még a szakember se érti. Mi az, ami miatt a feszültség megnövekszik, hogy kioldja a firelé, vagy hogy hívják ezt? A kis megszakító. Két szakember is van. Sötét helyen világító fényforrás. Az embernek akármilyen jó a szeme, akármilyen különleges látása van, sötétbe senki nem lát, hanem belerúg az állványba, a széklábába, az ágy sarkába, és eltöri a lábujját. Vagy minimum zúzódásokat szenved. Sötét helyen világító szövétnek, míg nappal virad, és hajnalcsillag kell fel a szívetekben. Ahhoz, hogy a szívünkben világosság nyúljon, ahhoz, hogy a szívünkben világosság legyen, hogy látásunk legyen a szemben, szemünkön keresztül, nagyon fontos, hogy ne csak a tényeket lássuk. Nagyon fontos, hogy a szívünkből jövő világosság töltse be a szemünket is, hogy ezen keresztül lássunk és tervezzünk nemes dolgokat, és ezekben a dolgokon meg is maradjunk, és a mai témám pedig Szodomával kapcsolatos, és hát nem tehetek róla, hogy tegnap volt ez a büszkeség felvonulás Budapesten, mert már hetek óta ezek forognak a szívembe, és ez egy ilyen
véletlen egybeesés, vagy mit tudom én, Isten tudja ezeket. De a Ézsaiás könyvének az első részénél szeretném, hogy kinyitnátok Istennek az igéjét. És ahonnan indulunk, az a 10. vers. És így szól a prófétai beszéd. Halljátok az Úrnak beszédét, Szodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Halljátok az Úrnak beszédét, Szodoma fejedelmei, s vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Hadd kérdezzem már meg, ki van megszólítva ebben a igerészben, ebben a versben? Isten népe van megszólítva. Mi? Hadd mondjam el, hogy amikor ezek a szavak elhangzanak, Szodoma és Gomora fizikai valóságában már nem léteznek. Se Szodoma előjárói, se Gomora népe. A föld alatt vannak. 1 Mózes 18 és 19 írja le ezeket az eseményeket. És Ézsaiás Isten szelleme által megszólítja először is Sodoma fejedelmeit. Ez a fejedelem szó, és a, tehát itt most kezdjük onnan, hogy ez Izrael vallási és politikai vezetőinek szól elsősorban ez. Tehát ez a kiindulás. Minden félreértés elkerülendő. Mert egy olyan állapotba kerültek, hogy az a szellem vette birtokba őket, ami munkálkodott Szodomába és Gomorába. Ennek a szellemnek a hatása alatt gondolkodtak, ennek a szellemnek a hatása alatt cselekedtek. És ezért szólítja meg őket így a proféta. De én úgy gondolom, hogy ez az ige szakasz, és ez a rész, ez a mai napokra is egy profétai üzenet Ézsaiás szájából, mert hogy megértsétek azokat az eseményeket, amik zajlanak a világban, látni kell, hogy ez a szellem, ez a fejedelem, mert itt a fizikai személyek mögött, amik jelen esetben ezek a vallási vezetők, van egy szellemi fejedelem. Ezt látjuk más részeken, mikor Perzsia fejedelméről beszél Dániel 10-ben, mikor Babilon királyáról beszél Ézsaiás 14-ben, mikor Tirusz királyáról beszél Ezékiel 28-ban. Ott is van egy fizikai történelmi személy, Babilon királya, Tirusz fejedelme, stb. Stb. Perzsia fejedelme, és van mögötte egy gonosz szellem, egy bukott angyal, aki irányítja, és ennek a történelmi személynek szóló üzenet mögött leleplezi a Szentlélek a profétai beszéden keresztül azt a fejedelmet, azt a szellemet, aki a történelmi személyen keresztül megnyilvánult, és felfedi ennek a tevékenységét, felfedi ennek a szellemnek, ennek a bukott fejedelemnek a természetét, az, hogy mit csinál, hogy miben van, hogy mi jellemző rá, és látni kell, hogy ahogy Perzsia fejedelme, Babilon királya, Tirusz királya nemzetek fölött történelmi befolyást gyakoroltak az emberiség történelmében. Tehát ezek olyan fejedelmek, olyan szellemi bukott angyali fejedelmek, akik nemzeteket irányítottak, nemzeteket irányítanak, és
meghatároznak egy kultúrát, Babilonnak a kultúráját, meghatározták a Római Birodalomnak a kultúráját, meghatározták Perzsiának a kultúráját, és a mai napig a görög kultúrát, és a mai napig ezek a szellemi befolyások tetten érhetőek ennek a magyar nemzetnek is, és Európának, és az egész világnak a kultúrájában. És van egy olyan kultúra, amit ma zsidó-keresztény kultúrának nevezünk, ami 2000 év óta teret hódított azon a területen, ahol mi élünk, Magyarországon is, és Nyugat-Európában, Európa területén nagy részt. És látunk egy inváziót, és látunk egy ostromot, egy agresszív, erőszakos hódítást. Ezek mögött, a hírek mögött, amiket látsz, egy gonosz angyali fejedelem van, aki be akarja darálni a politikai és az egyházi vezetést egyaránt. És Gomora népévé, Szodoma és Gomora népévé akarja tenni a társadalmat, és az egyházat egyaránt. Ez Ézsaiás korában sikerült ennek a fejedelemnek, ennek a szellemnek, de soha az emberiség történelmében véleményem szerint olyan inváziója és olyan hódítása és olyan erőszakos előrenyomulása nem volt, mint napjainkban. Ami megnyugtató egyben, hogy Jézus látta ezeket. Ezért Noénak és Lót napjainak nevezi ezeket a napokat. Azt mondta, az embernek fiának a napjaiban. Olyanok lesznek a napok, mint Noénak és Lótnak a napjai. Tehát úgy gondolom, hogy ennek a fejedelemnek, ha nagyobb hatalma van, mint bármikor, agresszívabb, mint bármikor, és neki szól a Szentlélek ezen a ige szakaszon keresztül, és azoknak a vallási vezetőknek, akik egyébként nem akarják vele a harcot felvenni, hanem behódolnak, és alárendelik magukat neki. Ez a szellemi lény ostromolja ma az egyházat, és nagyon sok felekezet már beledarálva. Ahol elfogadják a homoszexuális házasságokat, ahol elfogadják azokat a egyházi szolgákat, akik ilyen irányultságúak, és nagyon fontos, ez nem csak egy ilyen nagy társadalmi kérdés, nem csak ilyen, csak a vezetőkre tartozó nagy kérdés, amiben nekünk állást kell foglalnunk, hanem ez személyesen a te életedre vonatkozó kihívás, hogy behódolsz ennek a szellemnek, vagy ellenállsz. Persze egy gyülekezeti kérdés is, és ahogy hallottátok itt a elmúlt hetekben, például az Alabáson projekten, meg a nyilatkozatokat, vagy a megnyilvánulásokat a testvérek, a szolgálók részéről, véleményem szerint többet kell tenni annál, és másképp kell kommunikálni ezt a kérdést. Ez elé a kihívás elé másképp kell állni annál, mint hogy hangsúlyozzuk, hogy egy férfi és egy nő. Persze, ez az igazság. Ebből nem szabad engedni. Csak ahogy az előbb említett ige, hogy Jézus Krisztus telve volt kegyelemmel és igazsággal, hogy ennek mind a két oldala jelenjen meg a gyülekezet kommunikációjában, viszonyulásában,
ezek felé, a személyek felé, és a te személyes viszonyulásodban. Tehát bárkivel előfordulhat, hogy a gyermeke, az unokája, bárki a családból egyszer csak bejelenti, hogy ő így gondolkodik. Akkor te hogy viszonyulsz hozzá? És én ebben szeretnék egy kialakítani egy Isten szerinti álláspontot, ami egyre égetőbb. Mert az egyházi vezetőket, nézzétek meg a YouTube-on, beültetik a tévéstúdiókba, és számon kérik tőlük például az Istennek a szeretetét. És a tegnapi, a főpolgármester úr tegnapi köszöntő beszédében, amikor köszöntötte a Pride-ot, akkor ezt hangsúlyozta, hogy az ő Istene mindenkit szeret. És ez igaz? Ez igaz. És ezt a két dolgot egyensúlyba kell helyezni. Mert ez az igazságnak az egyik oldala. A második pedig az, hogy gyűlöli a bűnt. És ezt neked és nekem egyszerre kell a szemünk előtt tartani. Mert ez a gyülekezet, ahogy az alapértékekben megfogalmazták a testvérek, szeretettel kell, hogy várja a homoszexuálisokat, a transzneműeket, és mindenféle bűnös embert, amiben ők is beletartoznak. És kell tudni szolgálnunk ezek felé az emberek felé. Nyitott szívűeknek lennünk ezek felé az emberek felé. És egyszerre gyűlölünk kell a bűnt, és gyűlölünk kell azt a gondolkodásmódot, azt a magatartást, azt az eszmét, amit ezek az emberek képviselnek. Jézus Krisztusról azt olvassuk a Zsidó 1.9-ben, hogy szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot, anyapokáért felkent téged az Isten, de Istened örömnek olajával a társaid felé, fölött. Az igazság szeretete nélkül, és az igazsághoz való ragaszkodás nélkül nem fog Isten kenete megnyilvánulni az életünkben. Ha egy humanizmusból, egy humanista szemléletből fogadjuk el ezeket az embereket, amire buzdít minden ilyen megszólaló, mert az a szeretet, amit számon kérnek tőlünk, az nem lehet Isten szeretete, mert a szeretet Isten szeretetében benne van a bűn gyűlölete. Mert ha én úgy szeretem őt, ahogy van, és nem akarom, és nem közvetítem felé az igazságot, az egy hazug szeretet. Abban a szeretetben nincs igazság, már pedig Isten szeretetében van igazság. És egyébként a megváltással kapcsolatban az utóbbi években történt nagy teológiai csavar, és ezen bukik meg. Mert Isten nem kedvezett az egyszülött fiának. Neki sem kedvezett, azért, mert igazságos volt. De őt odaadta értünk, mert annyira szeretett bennünket. És ez az örömüzenet, ez az evangéliumnak a lényege. Hogy a szeretet és az igazság Istenben egyformán ott van, egyensúlyban van, és bennünk is egyensúlyba kell kerüljön a szeretet az igazsággal. És csak ebben az esetben, a Zsidó 1.9 alapján, csak ebben az esetben tudjuk megtapasztalni azt, hogy Isten kenete rajtunk keresztül tud működni. És egyáltalán szabadulást tud hozni ezeknek az embereknek. Hála Istennek kezdünk hallani olyan bizonyságokról,
akik transzneműek vagy homoszexualitásból megtért és megváltozott emberek bizonságai. És a jövőben ez még több lesz, a reményeim szerint. Mert azok a közösségek, akik ragaszkodnak az igazsághoz, és a nemes dolgokban meg is maradnak, az igazságban meg is maradnak, azok tudnak perspektívát és kiutat mutatni ezeknek az embereknek, akik meg akarnak szabadulni. Tehát én úgy gondolom, hogy az evangéliumot így kell képviselnünk. Nem szabad hangsúlyoznunk csak az igazságot, hanem a kegyelmet, úgy, ahogy Attila is az előbb profétai módon hangsúlyozta azt, és kell hívnunk azokat az embereket, akik mindenfajta bűnökben vannak, és az első dolog viszont az, hogy nem szabad engednünk annak, hogy ez a szellem bedaráljon bennünket, és meghódítson bennünket, és ez az eszme teret nyerjen, és hazugsággal el tudjon téríteni bennünket Isten igazságától. Mert mire megy ki a játék? Tehát arra megy ki az egész, az a cél, hogy ezt a magatartást, ezt az eszmét, ezt a gondolkodásmódot normalizálja a többség életében. Tehát a társadalmi többséggel elfogadtassa azt, hogy ez normális. És a fiatalok nagy része ezzel már teljesen kibékült, teljesen megbékült. Hát nincs benne, nem találnak benne semmi kivetnivalót. Megtérés és újjászületés is, a világosság szükséges ahhoz, hogy az ember ezt jól tudja kezelni. Szóval, hogy az elfogadását, a normalizását próbálja elérni, és egyre több közösség megadja magát. Nézzétek meg azokat a kálvinista, eredendően kálvinista, tehát neoprotest, vagy protestáns területeket. Legyen az Németország, vagy legyen a Svájc. Ahol olyan erős volt a kálvinizmus, a protestáns tanítás, mégis elfogadták ezt az eszmét, beengedték, és elfogadják ezeket a melegházasságokat, az örökbefogadásokat, a szolgálatokat, és mindenfajta, úgy, ahogy ezt kérik. Hát én úgy gondolom, hogy ezt nem szabad megengedni, és képviselni kell Istennek az igéjét, Istennek az igazságát. Ezért halljátok meg az Úrnak beszédét Szodom a fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Tehát amire rá kell nézni, hogy mit mond Sodomáról, mit mond Gomoráról, mit mond ennek a kultúrának a jellemzőiről Istennek az igéje. Nagyon röviden van lehetőségünk erről beszélni, ezért csak ilyen tőmondatokban szeretném felvázolni. Úgy beszél Ezékiel 16:49, és kérlek, hogy nyissátok is ki ott a Bibliátokat. Ezékiel 16. Sodom a vétkéről és bűnéről beszél itt a proféta. Szintén a profétai beszéd világítja meg ennek a, hát ma úgy nevezhetnénk, hogy kultúrának a jellemzőit. Mi jellemzi ezt a kultúrát? Íme ez volt vétke Sodomának, a te öcsédnek kevéség, eledel bősége, és gondtalan békesség volt nála, és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. Az első dolog, amivel találkozunk ebbe a kultúrában, az a gőg, a büszkeség, a hiúság. És
ha meg kellene fogalmazni, mi az a gőg, mi ez a hiúság, mi ez a büszkeség, akkor azt tudnám mondani, hogy ez az önmagának a szeretete, a saját kiválóságának, a saját magának a szeretete. Ez egy olyan érzelem, egy olyan belső érzelem, ami az egónak a testet öltése. Az egónak a megnyilvánulása. Ezért mindenfajta büszkeség és hiúság, nagyon érdekes, hogy a pride az maga azt jelenti, hogy büszkeség. Tehát ezeket a felvonulásokat büszkeségmeneteknek nevezik. Mi az, amit a proféta több száz éve és több ezer évvel ezelőtt kijelent, ami jellemző erre a kultúrára, erre a gondolkodásra, erre a megnyilvánulásra? A büszkeség. Kevésség, büszkeség. Csodálatos Isten igéje. A büszkeségről, a kevésségről nem kell sokat mondani, mert sokféleképpen megnyilvánul. Az egyik dolog szerintem a legalapvetőbb az, hogy ellenáll Istennek igényének, Isten igazságának. Tehát ezért a megtérésnek az egyik legfontosabb akadálya. És akik megtértetek, mindannyian, ha visszaemlékeztek, a büszkeség volt az egyik ilyen erősség, ami ott volt az ember életében. Hát nekem akarják megmondani, hogy mi a igaz? Hogy mi a jó? Tehát ez ott van. A másik megnyilvánulás, hogy magának tulajdonítja azt, ami Istennek az ajándéka. Ezzel a két kezemmel építettem fel. Nem? Ezzel az ésszel tudtam megszerezni. Mi most sikerült végül elkészülni, nagyon köszönjük a megosztásokat, a Bacs is apartmanunkkal, és hát nagyon hálás vagyok azoknak ezért. Akik mezőgazdaságból élnek, azok tudják, hogy az, hogy megcsinálok valamit, az még csak egy része. Igaz, Klárika? Most jön az aratásból a testvérünk. Egy nagy gazdaságot vezet. Hány hektár? 33? 33. Ú, az Úr adjon neked előtt. Szóval, akik a mezőgazdaságból élnek, azok tudják, hogy az csak egy része. De az, hogy, ahogy Ási mondta az elején, az, hogy ma itt vagyunk. Az egy világ azért valamit megkóstolt ebből, hogy mekkora kegyelem az, hogy ma van ma. Az, hogy ma vagyok. A holnapot már nem tudom ígérni. A mai nap az az enyém. És ezt mondja Isten igéje is. Ez az embernek ezt a kevésségét, amit Jakab mond, hogy majd holnap ide megyünk, meg jövőre ezt csináljuk, meg azt csináljuk, ezt úgy Isten félelemmel kell, és lehet, és szabad az ő tanács alapján ezeket a terveket, akármilyen nemesek, Isten félelemmel kell, és lehet tervezni. Mert tudjuk, hogy a ma itt vagyunk. Holnap nem tudjuk. A holnapot nem tudjuk garantálni. És ezt a testet is kaptuk. A testünk is ajándék. És minden, amink van, az ajándék. Istennek az ajándéka. Csak hogy máshol mondja, semmit nem is vihetünk el belőle. És a büszkeség és a kevésség azért életveszélyes, mert Jakab azt mondja, hogy Isten
kevélyeknek ellene áll. Hát ami a legrosszabb, amikor valaki Istennel harcol. Attól rosszabb nincs, hogy veszteségre vagy, vagy vízé, vesztésre vagy ítélve. Nem? Bukásra van ítélve az, aki Istennel harcol. Nem pedig Jakab azt mondja, hogy a kevésség az egy ilyen állapot. Egy Isten ellenes állapot. Mert ellen áll Isten azoknak, akik kevélyek. És nem jó Isten ellenségének lenni. Én nem szeretnék Isten ellenségének lenni. Annak annyi. Semmit nem érhetsz el, ellenére nem lehet győzni. Mi ebben a jó? Szóval ezek a kezek szerezték meg. Ehelyett a zsoltáros azt mondja, hogy az Úr szerelmesének álmában is elégetett. Tehát nem az, ami az izzadságos munka, hanem amikor Isten kegyelme meg tud nyilvánulni. És megelégít. És ez nem azt jelenti, hogy csak aludni kell otthon. Vannak, akik ezt félreértik, ezt a kijelentést. Sajnos annak ilyenek is. De az, hogy dolgozhatok, azt úgy kell felfognom, hogy az kegyelem. Az, hogy ha még áldás is van rajta, az meg még nagyobb kegyelem. Néhány példa, hogy őrizkedjünk a kevésség minden formájától, van a Bibliában. Az egyik a Dániel 4.27-29-ben van. Az egyik, a történelem egyik legnagyobb uralkodója sétálgatott a palotájának a tetején, és nézegette a várost. És úgy magába azt mondta, hogy na ez az, amit én szereztem, és én építettem fel. És abban a pillanatban jött az ítélet, és olyan lett, mint egy barom. És ez 7 évig tartott ez az időszak. Füvet legelt. A világ történelem egyik legnagyobb uralkodója, a babiloni király. Nabukodonozor vagy Nabukodonozor vagy Károlya sem mondanánk. Jött az ítélet. De ugyanígy van az Abcselben is, hogyha úgy gondolnád, hogy az Új Szövetség azért egy kicsit más, Isten nagyobb kegyelemmel van. A Heródes, a nagy Heródesnek az unokaöccse, Abcsel 12-21-23-ban. Mikor a nép mondta, nem is ő mondta, nem is ő gondolta, nézzétek meg, Abcsel 12, 21, azt mondja, egy kitűzött napon Heródes király ruhájába felöltözve a székelybe, ővel nyilvánosan szólt hozzájuk, a nép pedig felkiáltott Isten szavaz és nem engelé. És azonnal megverte őt az Úrnak angyala azért, hogy nem az Istenek adta a dicsőséget, és a férgektől megemésztetvén ott meghalt. Nem is ő mondta. Tehát nagyon kell imádkozni a politikai vezetőkért, hogy ne szálljon a fejükbe a dicsőség. És kicsit féltem Magyarországot is ezzel kapcsolatban. Most. Úgyhogy ima téma. Nem a pártoskodás, hanem az. Valaki azt mondta, nem elég becsületesnek lenni. Annak is kell látszani. Tehát van okunk az imára. Ez egy új szövetségi eset. És most nem olvassuk el az 5 Mózes 8-ból, a 17-18. A lényeg az, hogy soha nem mondd azt, hogy az én a szívedbe, hogy ezt én szereztem. Soha! Soha nem mondd a szívedbe, hogy ezt én szereztem, azt mondja a törvény.
Na, röviden a kevésségről ennyit. A következő dolog, a hiúság, büszkeség, kevésség, gők mellett, amit a Ezékiel felsorol, az a kenyérnek a bősége. Tehát ami jellemzi ezt a kultúrát, az a termékkínálat. És ki lehet azt mondani, hogy szerintem soha a történelemben nem volt ilyen bőség és ilyen kínálat. Üzletekre. Bármit megvehetsz, bármilyen fajtát, bármilyen kivitelben, legyen az autó, kenyér, mit tudom én, minden, amit akarsz. De látjuk azt, hogy ez a bőség és ez a úgynevezett biztonság, ami ebből fakad, az mennyire törékeny. Megnézitek Németországnak azt a részét, ami egy pillanat alatt átélte ezt az ítéletet. Egy pillanat alatt. Emberek élete, munkája és mindene elvitte a víz. És szó szerint beteljesedett az a példázat, amit Jézus mondott, hogy jönnek a vizek, jönnek a szelek, és ami nem a kősziklára lett építve, az elmegy. De a legfontosabb dolog ebben az a lelkünk. És nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt a bőséget, ezt jól kezeljük. És úgy gondolkozunk, hogy minden Isten ajándéka. Mindaz, amit kaptunk, az tulajdonképpen sáfársággal lettünk megbízva, és ezzel kell gazdálkodnunk.